országos aláírásgyűjtésbe kezdett a Mi Hazánk az Egészségügyi Világszervezet tervezett pandémia szerződése ellen. A párt szerint azért kell fellépni a szerződés ellen, mert annak elfogadása esetén brutálisan korlátoznák az emberek szabadságjogait és a nemzeti szuverenitást is. Dúró Dórát kérdezzük. A Mi Hazánk politikusát, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye azt kérik a kormánytól, hogy ne írja el ezt a pandémia szerződést. Ez a neve mi pontosan, mit tartalmaz ez a szerződés? Mit lehet erről tudni? Két nagyon fontos része van, ami miatt a Mi Hazánk tiltakozik ez ellen. Az egyik a nemzeti szuverenitásnak a csorbítása, tehát olyan hatásköröket egy esetlegesen később felmerülő járványhelyzet esetén, amit most mondjuk nemzeti hatáskörben dönthetünk el, azokat a konkrét példát tud mondani egy ilyet. Akár maga az, hogy a járvány mi minősül járványhelyzetnek, vagy mi nem minősül annak, ezt is a WHO dönthetné el világszinten gyakorlatilag, és ráadásul gumiszabályok alapján, tehát nincsenek exakt számok meghatározva, vagy mennyi megbetegedésnek, mennyi halálesetnek kellene történnie, tehát semmiféle garanciát nem látunk arra, hogy ezzel nem fognak visszaélni. Másrésztről pedig... Miért élnének vissza vele? Ugye azt mondják önök is, vagy azt mondja a párt, hogy a WHO akarata nem írhatja felül az emberek jogait. De ha kitör egy nagyon nagy járvány, ahogy mondjuk kitört nem csak a Covid, hanem előtte Ebola, vagy sorolhatnám még, azt hiszem, hogy 48 óta, amióta van, WHO 6 ilyen intézkedés volt. Szóval, hogy ezt nyilván szabályozni kell, nem külön-külön az országoknak egyesével, mert különben villámgyorsan elterjed a világban egy ilyen járvány. Hát alapvetően, hogyha a WHO magához ragad olyan jogosítványokat, amikről mondjuk egy nemzetállam tud dönteni, az a mi megítélésünk szerint veszélyesebb. Tehát hogyha az, akár a Covid tapasztalataiból indulunk ki, akkor azt látjuk, hogy nagyon sokszor olyan intézkedéseket hoztak, amik irracionálisak, sőt, gyakorlatilag megzsaroltak embereket azzal, hogy elveszítik a munkahelyüket, hogyha nem veszik fel ezeket az oltásokat, és egyik napról a másikra gyakorlatilag gomnyomásra leállították az egész világgazdaságot. A kérdés az, hogy honnan lehet azt tudni olyankor, amikor egy ilyen vészhelyzet van, hogy mi az irracionális, és mi nem. Ugye láttuk Olaszországból a képeket, láttuk Kínából a képeket, láttuk ezt az ismeretlen vírust, és azt mondták a szakértők, hogy egyszerűen nem lehet tudni, hogy mi történik. Valakinek ezekről a dolgokról döntenie kell. De hát dönteni egy demokratikus felhatalmazással rendelkező szuverén államnak kell. Tehát a WHO-nak semmiféle ilyen felhatalmazása nincsen, hogy olyan döntéseket hozzon, ami az emberek hétköznapjait alapvetően befolyásolja, tehát hogy bezárják az iskolákat, vagy nem, home office-ban kell dolgozniuk az embereknek, vagy nem, vagy kijárási tilalom van Magyarországon. Az nem egy felhatalmazás, hogy ezek az országok egyébként az összes ENSZ tagállam belépett tagja a WHO-nak? De ez már nagyon áttételes, hogy tagja valaki a WHO-nak, és egy ilyen szerződés elfogadása esetén ezeket a jogköröket kiengedni gyakorlatilag a magyar állam a saját kezéből, és mi azt várjuk el a kormánytól, hogy ezt ne tegye meg, tehát ne írja alá ezt a pandémia szerződést. Minél közelebb van az emberekhez a döntéshozatal, annál nagyobb a biztosítéka annak, hogy ők hatással tudnak erre lenni. Ráadásul ugye a brit miniszterelnök be is vallotta, hogy annó, amikor a Covid idején például az iskolákat bezárták, akkor nekik rendelkezésükre álltak olyan elemzések, amik azt mutatták, hogy ennek nem lesznek pozitív hatásai a járványra vonatkozóan, mégis meghozták ezt a döntést, és nem volt szabad erről beszélniük akkor, tehát azt látjuk, hogy azért ez az eddigi járványkezelés, és az a brutális média henger, ami ehhez társult, az a politikai döntéshozókat is befolyásolta. Ugye nemzetközi szerződésről van szó, tehát népszavazást kezdeményezni sem lehet, ha jól tudom. A Mi Hazánk most aláírásgyűjtésbe kezdett, akkor azért gyűjtik az aláírásokat, hogy nem tudom, a kormány meggyőzzék, hogy maradjon, vagy egy nyomásgyakorlás, hogy maradjon ki ebből a szerződésből? Így van, sajnos nem tudunk népszavazást tartani erről, de ha tehetnénk, akkor megtennénk természetesen. Az aláírásgyűjtés az egy nyomásgyakorlási eszköz a kormányra. Idén már egyébként volt egy sikeres aláírásgyűjtő akciója a Mi Hazánk mozgalomnak, amikor a furt kutak regisztrációja, illetve adóztatása ügyében ezt megtettük, és a kormány visszakozott is ettől a tervtől, tehát meghosszabbították egész konkrétan a határidőt, tehát akkor már sikert értünk el, és valóban egy tájékoztató kampányt is szeretnénk az aláírásgyűjtés mellé országosan elindítani. Hogy hányan írták már alá, vagy mikor kezdték gyűjteni? Pénteken hirdettük meg az aláírásgyűjtést, és már 12 000 aláírást gyűjtöttünk. Ugye online is alá lehet írni a mihazánk.hu/WHO ellen oldalon, tehát így azért a logisztika sokkal könnyebb nyilván. Ön szerint, vagy a Mi Hazánk szerint hány aláírás kellene, hogy a kormány azt mondja, hogy na hát akkor nem írja alá ezt a szerződést? Mi lenne az, ami a cél lenne?
Hát most konkrét számot nem nagyon tudok mondani. Ez a szerződés az jövő májusban esedékes, hogy a WHO elfogadja, tehát addig mindenképpen ki fogunk tartani. Tehát jövő nyárig, vagy májusban, jövő májusig gyűjtik az aláírásokat. Így van, és nagyon örülök neki, hogy egy nemzetközi akcióról van szó. Bécsben is lesz egy tüntetés október 1-én, amihez egyébként nagyon sok Mi Hazánk szimpatizáns is csatlakozni fog ugyanebben a témában. Tehát örülök neki, hogy egy nemzetközi ellenállás is kezd kibontakozni, és ennek is mindenképpen része a Mi Hazánk. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.